Sziasztok, én Márton vagyok, és ebben a mai videóban itt vagyunk egy újabb, a Total Extreme Wrestling 2020-as sorozatunknak az epizódjával, ami ugye a Road to WrestleMania nevezetű sorozatunk, ugye, vagy hát pontosabban a Road to WrestleMania 40-es sorozatunk, amit ugye 2024 januárban kezdtünk, ugye már a játék szerint 2024 januárjában, és kérem szépen, most vagyunk túl itt a tervben, most vagyunk túl a Royal Rumble-on, amit ugye mi csináltunk, és hát a fő érdekesség az az, hogy ugye Cody nyerte a Rumble-t, a férfi Rumble-t, Drew McIntyre legyőzte Rollins-t a világbajnoki címért, Logan Paul legyőzte Owens-t, a US title-ért ugyanúgy, a DIY legyőzte Damian Priest és Finn Balor-t, a WWE SmackDown és Raw Tag Team bajnoki címekért, Roman Reigns legyőzte Randy Orton-t 1-1 ellen az a WWE bajnoki címért, vagy az Undisputed WWE Universal bajnoki címért, és a nyitó mérkőzésben pedig ugye Bayley megnyerte a női Rumble-t. Szóval igen, így nézett ki ez az esemény. És ugye ellentétben a valósággal itt nem történt semmiféle sérülés, szóval ugyanúgy megyünk tovább a WrestleMania felé, ahogyan én azt kiterveltem még januárban. Úgyhogy igen. És itt akkor a Royal Rumble utáni első heti adásokat fogjuk lebúkolni ebben a mai videóban. A Raw-t meg a SmackDown-t. Aztán ha belefér, akkor két hetet haladunk, de ha nem, akkor csak egyet. Na, Dutch Mantel vissza fog vonulni. Na és akkor a hétfő esti nyers következik. JD McDonald-val történt valami a backstage-be. Aha, a birkózók bírósága elé lett hozva, ahol ugye az öltözői vezér, az Undertaker megbüntette, mert hogy valamit nem jól csinált. Ja, nem figyelt oda egy ilyen öltözői beszédnél, és akkor ezért Undertaker megbüntette őt azzal, hogy az lett az ítélet, hogy mindenkinek, vagy hogy JD-nek vásárolnia kell egy rekesz sört mindenkinek a backstage-be, vagy hát így a öltöző részére. Mert ugye bukunk népszerűséget azért, mert nekünk 75-ös adásokat kellene lerakni konstansan az asztalra, ami képtelenség. A számomra, legalábbis egyenlőre. Igen, az itt már tartottunk nem régiben a Road, hol nem tartottam, vagy az így mindegy? Szerintetek? Nem tudom, én erre mindig így tekintettel vagyok. Szóval lehet, hogy nem kéne tekintettel lennem erre, de én azért szeretek erre figyelni. 7600 ember. Akkor a K-Jager Colosseumba megyünk is, Mid South-ba, és akkor lássunk is hozzá a Bookhoz. És akkor kérem szépen megindul a hétfő esti Raw, kérem szépen 7380 ember előtt a K-Jager Colosseumba, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, de az biztos, hogy az adás az új világbajnokunkkal indult meg, mégpedig Drew McIntyre-rel, a skót harcossal, aki ugye elmondja nagyzolva, hogy beigazolódott az, amiről ő már nagyon sok ideje beszélt, beigazolódott az, hogy már rég neki kellene vinni a fákját itt a WWE-ben, soha nem is kellett volna elveszítenie, ha nem lett volna, és nem is veszítette volna el ezt a fákját sohasem, ha nem jött volna a Covid. De majd most mindenki meg fogja itt látni, hogy ő what he's capable of, tehát hogy ő mire is képes, mint a WWE arca, ugyebár. Ugye hillesen mondja azt, mert mindenki kifolyója, hogy nem, ő nem a WWE arca, fúj, mert ugye Rollinsot győzte le. És akkor erre kijön hatalmas ovációra Sami Zayn, és azt mondja, hogy ugye mivel Drew őt kivette az actionből, hiszen lesírítette őt ugye story szerint, ugyebár megtörtént az, ami a valóságban is, de az itt is megtörtént, és ugye utána kezdtük el ezt a sorozatot.
és akkor azért az kvázi megtörtént, és akkor Sammy ezen felbuzdulva azt mondja Drew-nak, hogy még nem végzett vele. Drew pedig ugye gúnyosan kiröhögi Sammy-t, hogy mit akar ő, hát már egyszer már megverte, nem is érti, hogy mit akar Sammy, hogy húzzon a sor végére, mert ő már... mert hogy neki már elege van Sammy-ből. Gyakorlatilag ez egy 79-es promo szegmens lett, amit aztán pedig követ egy tag team mérkőzés, ugye az újonnan alakult Awesome Truth kontra az Imperium. Kérem szépen, az Awesome Truth legyőzte az Imperiumot, ugye Ludwig Kaisert és Giovanni Vincit 9 perc 54 másodpercben, amikor is ugye Vincit pinnelte a Miz a Skull Crushing finálé után. Hát a match szempontjából Vinci volt amúgy a legjobb, így in-ring szempontból úgy értve. De az valószínűleg azért van, mert Ludwig Kaiser was really off his game, így is 52-es lett a match. Okés volt. És ugye ezek után pedig megjött Günther, és így az Imperium egésze meggyakta az Awesome Truth, ugye R-Truth és a Mist. Ezzel folytatódik a story. Amit követ, 88-as promó Sami Zayn-tal, ugye backstage-ben promózi Drew McIntyre-re, gyakorlatilag is egy üzenetet küld neki, hogy ami most fog történni a ringben, azt neki üzeni, mert hogy Bronson Reed ellen áll ki Sami Zayn, és egy 70-es mérkőzésben legyőzi Sami Zayn Bronson Reed-t a Helluva Kick-kel. Jó, oké. Akkor azért próbáljuk szerintem majd Bronsonnak a momentumát így fenntartani, hogy az ilyen meccseknél be tudjuk őt dobni. Mert most is nagyon jól működött Bronson. Oké. Akkor róla nem fogunk lemondani. Nem olyan, mint a valóságban, mert én nagyon nem szeretem Bronson, mióta visszatért. Indiben jobb volt Jonaként. Impactben főleg. Akkor még Impactben, ma már TNA-ben. Ugyebár. Na hát ezek után pedig egy 68-as szegmens következik, ugyebár a backstage-re váltunk, ahol Cody Rhodes mondana valamit még a mérkőzése kapcsán, és hát a Rumble győzelme kapcsán, de jön Nakamura és megtámadja őt, hiszen ugye ők egy sztoriba vannak, és igen, mert hogy be van az jelentve, ugye azt tudjuk, azt már előző livestreamben elmondtam, hiszen ugye a Royal Rumble livestreamben csináltuk meg, hogy ugye a Cody Nakamura feudnak még nincs itt vége, mert majd a Rumble utáni Raw-ra lesz majd ennek vége, mert ott lesz egy nagy meccs kettőjük között, és hát ugye most Nakamura megtámadta Codyt a backstage-ben, és így összeverekedtek, mert azért nem is az, hogy beatdown-olt a Codyt, de érted? Aztán pedig mond egy ilyen backstage interjúban Rhea Ripley és Dominik Mysterio következnek, és Rekha Rodriguezről van szó, és promóznak, ugyebár az előző Ron Dominik belemászott Rekha Rodriguez arcába, és hát ezzel megverte őt Rekha Rodriguez. Igen, és ugye gondolom, hát itt most ugye arról gúnyolódnak, hogy ha Rékele nem sikerül megnyernie a Rumble mérkőzést, úgyhogy hát búcsút mondhat a WrestleMania-jának, nem kap esélyt Mami ellen. Igen, és akkor ezek után pedig Dominiknak lesz egy mérkőzése, amire kikíséri őt Rhea Cedric Alexander ellen, amit Dominik elveszít Cedric Alexander ellen, ugyanis elvonja a figyelmét az, ami a ringen mellett történik, hiszen Rhea Rodriguez pedig kijön, hogy megtámadja Rhea Ripley-t. És hát ez ugye elvonja Dominik figyelmét, ami Cedric ki tud használni, és egy győzelembe tud átforgatni gyakorlatilag, és ezzel halad tovább a sztori, ez egy 68-as mérkőzés volt, okés, ez az abszolút okés volt. Amit követ egy 68-as szegmens, ugye, hogy Rhea Ripley és Rekha Rodriguez egyébként még mindig verekednek a rámpán. Gyakorlatilag ugye a ring melletti már felverekedték magukat a rámpára a ring mellől. És ugye a izék jönnek, hogy szétválasztják őket, az ilyen hivatalos emberek jönnek és szétválasztják őket, meg a bírók, meg ezek. Ezek után pedig Liv Morgan kontra Shayna Baszler mérkőzés, ugye Liv Morgan a Rumble-ben tért vissza, nem csak a valóságban, hanem itt is, és most pedig legyőzte Shayna Baszlert, akit ugye eddig azért adtunk neki folyamatosan a győzelmeket, és Liv Morgan ugye ünnepelne a ringbe, amikor is megtámadja őt a visszatérő, a semmiből visszatérő Trish Stratus,
megtámadja bizony Liv Morgant, kérem szépen. Úristen, vajon ezzel Trishnek mi lehetett az indítéka? Miért támadta meg Liv Morgant a visszatérő Trish Stratus? Remélem, hogy hírként jött meg Trish, amúgy ezt nem néztem meg. jó, mindegy, nem baj. 61-es lett a szegmens, és reménykedem benne, hogy Trish amúgy heal. Ja, de hát csak heal, hát legutóbb ugye ő úgy volt tévében, hogy heal volt, amikor bekivehőzött, úgyhogy csak healként jött most. Amit követett Seth Rollinsnak a promója, ugye kijött Rollins, és hát búsan ugye elkezdte mondani, hogy elvesztette a világbajnoki címét, de ez őt nem fogja abba befolyásolni, hogy a WrestleMania-n ott legyen és küzdjön, és mindent meg fog azért tenni, hogy újra a csúcsra jusson, mert ő egy vizionárius, ő egy forradalmár, ő Seth freaking, és akkor erre megszólal a Cult of Personality CM Punk, kijön, és hát akkor így akkor esetleg arról beszél, hogy Seth Rollins elvesztette a bajnoki címét, de CM Punk még mindig érdekelt abban, hogy megmérkőzön Seth Rollins-szal gyakorlatilag, és így ezzel hivatalosan is elkezdődik a Seth Rollins között a CM Punk feud, mert itt CM Punknak a Rumble matchben nem szakadt le a tricepsze, úgyhogy ezért meg fog tudni történni, meg Rollinsnak a lába nem ment szét Jinder ellen. Szóval igen, ez egy 95-ös szegmens, hát ez olyan. Ezek után pedig Nakamura promózott egyet Cody Rhodes-ra, itt már szétválasztották őket a bírók, és akkor most Nakamura a mérkőzés előtt szól pár szót Cody-nak. Hát, de nem tudjuk, mert japán, ugye? És akkor ezek után pedig egy I Quit mérkőzésre megmérkőzik Cody Rhodes és Shinsuke Nakamura. 15 perc, 10 másodpercben pedig Cody Rhodes legyőzi Nakamurát, feladásra kényszerítése, vagy hát ugye I quit-tel, ugyebár kimondja azt Nakamura, hogy feladja, ez egy 77-es mérkőzés volt, gyerekek, ez nagyon jól sikerült, és ezek után pedig Cody Rhodes győztesen ünnepel a ringbe, és yeah, és Rumble győztes is ő megy a mániára, kit fog választani, most megverte Nakamurát egy I quit mérkőzésben, ő az abszolút babyface itt a WWE-ben, lezárjuk az adást, 84! De miért nem nőtt a popularity, haló? Öcsém, hát lassan már ott vagyunk, hogy 75-ös a mostani popularity-nk, és 84-es adásban nem nő. Ó, heuréka. Ójaj, Na mindegy, de azért 84-es adás most sikerült összerakni. Ennek örülök. Most Punk is kapott egy új cashphrase-et, vagy hát így kitalált magának egy új cashphrase-et, vagy hogy mondjam, felkapta a közönség valamilyen mondatát, és akkor erre ezt majd rá tudjuk nyomtatni sok-sok pólóra. Nagyon szuper. Brom Breaker fel akar jönni mindenáron a főroszterre, jó van már Breaker, nyugodjál meg! Gunther úgy gondolja, hogy amúgy Breaker Rodriguez egy nagyon karizmatikus, és hogy nagyon jó lesz majd a jövőben ő. Nagyon jó drogteszteket kifizettük, és 2.531.000-re nézték a Raw-t, de azt hiszem az csak a demo érték, vagy 3 egész, nem tudom sohasem melyik a demo érték, de valamikor a demo érték, és összességében pedig 3.431.000-re nézték a tévében a Raw-t. Nagyon szuper. Fú, öcsém. Azért most azért vagy ez a kis büfi, mert kirosztettem a videó felvétele előtt, úgyhogy azért sorry vagyok, de itt most a hasam azért most közbeszól. Jó kis csípős, girosz cucc. House show-t tartottunk. $8,000 bejött a ticket sale-ekből. Azért januárban a 4 milliós bevétel az magáért beszélen, azt mondom. Tehát itt a tehetség nem kérdez, hanem nem mutatkozik csak. Akkor viszont most jön a Friday Night Smackdown a Foxon, úristéz! Great Lakes-re menjünk, ha miért nem mennénk oda? Itt 6500, nem baj, hogy importance az nulla, nem érdekel annyira, jó, ez 15%-os, úgyhogy akkor inkább ide. Tökéletes. És akkor most pedig a
péntek esti SmackDown fog megindulni. Egy százas szegmenssel kezdünk, amiben is ugye kijön Roman, mint ugye a Tribal Chief, az Undisputed WWE Universal bajnok, ugye aki megvédte a címét a Rumble-on, és hát ugye üzen Cody Rhodes-nak, de nem kell üzennie, mert Cody Rhodes itt van, ki is jön, ugyebár egy, hát egy ilyen szócsatába torkollik át ez az egész, amikor is Cody azt mondja, hogy Roman számára van egy meglepetése, és ez a meglepetés egy olyan ember, aki nem a WrestleMania-n, hanem még azelőtt szeretné lerendezni a kettőjük között lévő viszályt, és hát be szeretném bizonyítani Romannek azt, és meg szeretném neki mutatni azt, hogy ki az igazi head of the table, ki az igazi tribal chief, és ekkor megszólal az if you smell what the rock is cooking. Kijön Dwayne the Rock Johnson, kérem szépen, és hát ezzel a Bloodline Mania feud és story tovább folytatódik, tovább bonyolódik, kérem szépen, és hát így már hárman szócsatáztak, mert nyilván Romainen ott volt az egész perepútja, Heyman, Jimmy, Solo, csak őket most nem raktam bele a szemmelésbe, mert nincsen nagy szerepük. Szóval igen. Ezek után egy title mérkőzés következik, Io Sky kontra Naomi, kérem szépen, amivel, amit ugye hát nem megy annyira jól Io-nak a mérkőzés, Naomi nagyon nyerésre áll. Bejön Bailey, hogy segítsen Io-nak, de véletlen Io-t találja el, amikor beszeretne avatkozni, nem pedig Naomit, de full véletlen. Ez problémát jelenthet, Naominál ott van az előny, de ekkor Aska is beavatkozik, és az ő beavatkozása már sikeres volt, és így Io emiatt meg tudja védeni a címét. A mérkőzés után pedig, hát Io és Bailey között már így a feszültség érezhetően növekszik. Azt kell, hogy mondjam, oké, Io-nak van ez a language barrierje, hogy nem beszéli az angolt, de nem baj, így is 70-es lett ez a szegmens, szóval kit érdekel. Ezek után pedig ugye az egy újonnan alakult csapat, ami ugye hát a Rumble-on mutatkozott meg, gyakorlatilag, hiszen Austin Theory és Grayson Waller segítettek Logan Paulnak abban, hogy megvédje a címét Kevin Owens ellen, a New Breed nevű formáció kijön. És hát azt mondják, ugye Logan Paul, Austin Theory és Grayson Waller ugye hát hát dicsekednek azzal, hogy Logan Paul így megnyerte, így megverte Owens a Rumble-on, és hogy ez a bajnoki címregnálás örökké fog tartani, mert nyilvánvalóan Owensre beszólnak, hogy dagadt, mert ugye azt történik kb. A valóságban, és hogy ez kb. Logannek a nagy szóbeli fegyvere Owens ellen, hogy Owens kövér. És azonban erre megjön Owens, és hát meggyakja őket gyakorlatilag, jó nyilván aztán, pedig ugye kimenekül, vagy nem is kimenekül, hanem ugye így csak így megüti az egyiket, leüti mondjuk Theoryt, és akkor utána pedig Owens kimegy a ringbe, mert nyilvánvalóan tudja, hogy 3 az 1-re nem túl sok esélye van, de így viszont ez egy meccsbe torkoldik át Austin Theory és Kevin Owens között, amit Kevin Owens meg is nyer a Stunnerrel 12 perc 42 másodpercben, 64-es mérkőzés lett ez, ami után pedig őt meggyakja a Grayson Waller és Logan Paul, ugyebár Chori Owens-t. Ez pedig egy 60-as szegmens lett. Amit pedig kijön az OC, AJ Styles, Kyle Anderson, Luke Gallows és Mia Yim, és hát AJ Styles kezd el beszélni arról, hogy mi is történt a Rumble-on, mi szerint, hogy ő amúgy soha nem vesztett ott, az nem egy vesztés volt, az, hogy ahogyan szokta fogalmazni angolul, hogy screwed volt, hogy ő csak a Rumble-on screwed lett, de valójában elejtett, hogy soha nem győzte le tisztán, valamilyen hülye indokot kitalálnak, nyilván valamire kijön L.A. Knight, és akkor megy a nagy szócsata, és akkor AJ Styles annyira bereg, hogy akkor azt mondja a Big LG-nek, Luke Gallows-nak, hogy akkor
ha elérjenek ekkora nagy a szája, akkor megkapja a Big LG-t, Luke Gallows-t. 85-ös szerelmes volt ez, ami után pedig egy 60-as mérkőzés következett, amit ugye LA Knight megnyert, de viszont nem volt really seemed off his game, tehát most nem volt ott fejben, vagy hogy is tudnám ezt fordítani, de viszont egy flash pinfall-dal, egy gyors roll-up-pal meg tudta nyerni a mérkőzést, ugye ez azért akartam, mert hogy ha már így Luke Gallows az ilyen Big LG, meg a nagy ember a factionben, akkor már legyen így picit védve, gyakorlatilag 60-as lett a mérkőzés, amiután pedig ugye meg volt a roll-up, ellenállt kimenet, ugye roll-up után, mivel Luke Gallows egyből kell volna fel, és már jött be a ringbe AJ Styles, és ellenállt kiment ugye a ringből, feltartotta a kezét, megragadta egy mikrofon, és akkor amíg ment ki az arénából, addig még pofázott AJ-nek, hogy ez még csak a kezdet, vagy ennek még nincsen vége, bla bla bla, és akkor ez egy 73-as kis szegmens lett. Ezek után pedig Paul Heyman backstage promót mond Cody Rhodes-ról. Paul Heyman cuts a promo, hyping up his upcoming match with Cody Rhodes. Jó, tehát Heyman nem a saját meccsét hype-olja fel Cody Rhodes ellen, hanem így a Bloodline mizériáját, és azt, hogy itt a filmmérkőzésben Jimmy ellen kell szembeszállnia Cody-nak, és ez meg is történik, egy 80-as mérkőzés lett ez, és Cody Rhodes legyőzi Jimmy Uso-t 14 perc 32 másodpercben, mivel Solo véletlenül leszpájkolja Jimmy-t, amikor azt a spájkot Cody-nak szánta volna, de hát Jimmy találja el a spájkkal, Cody pedig hát nagy mosoly az arcán, befolyja a Crossroads-ot Jimmy-n, be is adja, tus helyzet, 1-2-H, megyünk haza, Solo-t ugye így visszatartja Heyman, ahogyan is szokta, így lefogja, hogy menj innen, vagy hogy ne menjé, mert nem kell. És mindeközben pedig ugye a meccs után az amerikai rémálom ünnepel a ringben. 88-as show lett ez. 28 régióban növekedtünk, gyerekek. Kicsikét forróságot észlelek egy picikét itt a levegőben, itt a Raw és a SmackDown körül is, de itt ez már növekedtünk a régiókban. Hát ez egy erős hét volt, azt kell, hogy mondjam. A visszajelzések a SmackDown-ra tökéletesek voltak, úgy néz ki, mintha WWE aranyat talált volna ezzel az adással. Igen, Muzfal is elhagyja, ezért, mert Mansoor is, Carmelo Hayes fel akar jönni, hagyjál már. Mennyien nézték? Összesen 4.629.000-en, de a demo, vagy nem is tudom milyen ilyen érték, 3.700.000 lett, még 4.93-as TV ratinge lett, gyakorlatilag ennek a SmackDown-nak. Ez igen, gyerekek. Tehát erre még én is azt mondom, hogy ez igen. Hát gyerekek, én nem is mennék itt tovább, mert most pozitívan zárjuk így akkor ezt le, hogy bizony nagyon jó adásokat raktunk össze, és akkor még az lesz, hogy egy hetet még fogunk menni a videóban a Chamberig, és aztán pedig élő adás lesz megint, csak hogy Raw SmackDown Chamber. Tehát itt erre lehet készülni, tehát lesz még egy ilyen videóformátumú epizód, ezen kívül, és akkor utána pedig livestream fog következni, miben pedig ugye az Ausztrál Elimination Chamber gálát fogjuk lebukkolni. Hölgyeim és uraim, ez lett volna mára a Road to WrestleMania 40-es teves sorozatunk. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenképpen nyomdok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel, valamint gyertek fel a Discord szerveremre, amelynek a linkét megtaláljátok a leírásban, és hogyha oda feljátok, akkor biztosan nem maradtok le az elszasonló tartalmakról, és hát ugye egyébként szavazásokon is részt vehettek, így a csatornával kapcsolatban, ugye? Szóval igen, Discord linkje a leírásban, gyertek fel mindenképpen, és akkor főleg értesülni fogtok-e arról például, hogy mikor lesz ez a livestream pontosan, meg ilyenek, tehát oda mindent is ki szoktam írni, meg így unblocki tudunk beszélgetni a Birkóról, vagy bármiféle kérdést fel tudtok nekem tenni, amiket néha amúgy egy ilyen Q&A videóba szoktam megválaszolni nektek, szóval mindenképpen gyertek fel a Discord szerverre,
Remélem tényleg, hogy tetszett nektek ez a videó, és tetszik maga ez a sorozat. Hogyha ez így van, akkor már elmondtam, hogy miket kell olyankor csinálni. Like meg feliratkozás, azért még egyszer elmondom. És igen, köszönöm szépen ezt a megtisztelő figyelmet még egyszer, tehát sziasztok! Hello!